köszönésorra este. Pompás, igazán pompás. És a vacsora is jó volt, civil, üdelem a szakás. Arthur! Egy misztikus este Angliában 1912-ben. Két gazdag család egyetlen éjszaka alatt egy tragikus történet középpontjába kerül. Éppen eljegyzést ünnepelnek, amikor megjelenik náluk Gul felügyelő, aki egy fiatal lány halála után nyomoz. Sorra hallgatja ki a jelenlévőket, és a kérdések válaszok során kiderül, hogy mindannyian ismerték a lányt, és szerepet játszhattak halálában is. A gazdasági fellendülés hozta jólétben, az emberek önzősége, nemtörődömsége és kegyetlensége is górcső alá kerül. Ez a története John Boynton Priestley művének, amit 1945-ben mutattak be először, és később az író életének legismertebb darabjává vált. A 20. század közepén az Angol Színház egyik klasszikusaként tartották számon. A darab rendezője, Guelmino Sándor, nagy örömmel érkezett Nyíregyházára, ahol először dolgozik a társulattal. Elmondása szerint remek próba folyamaton vannak túl, és az előadás témája is nagyszerű. Én azokat az előadásokat szeretem, amiben humor is van, de elgondolkodni való is van, és azt hiszem, hogy ez egy olyan mű, ami az érzelmekre is hat, az agyra is hat, és ez igazán érdemes ilyen művekkel foglalkozni. Azon kívül pedig tulajdonképpen azt is elárulhatom, hogy volt ebből pár évvel ezelőtt egy BBC TV adaptáció, ami elég nagy sikerű is volt, és ott raktak be úgynevezett flashbackeket, tehát emlékképeket, amik kifejezetten megihlettek, hogy hogyan lehet ezt színházban megvalósítani, és ezáltal mozgalmasabbá tenni egy alapvetően társalgási darabot, és ez nagyon izgatott, hogy hogyan lehet színházi eszközökkel ezt megteremteni. Erik Börlinget a teátrum fiatal tehetsége játsza. Ez egy gazdag családnak a legifjabb gyermeke, sok frusztrációval, sok problémával, és igyekszik felnőni ahhoz, amit az apja elvár tőle, amit a család megkövetel, ez egy szép patinás, nemesi rangba készülő család, és ezeknek a elvárásoknak igyekszik megfelelni. A váratlan vendég fordulatos, rejtélyes, tele van feszültséggel, minden megvan benne, ami egy jó krimihez kell, ugyanakkor erős társadalom kritikája és morális mondani valója okán jóval több is, mint egy nyomozás története. 76 évvel, megírása után, tanítása még mindig időszerű, ennek köszönheti páratlan népszerűségét is. Az előadás szerepeit Szabó Márta és Jenővári Miklós mellett Horváth Margit, Tóth Károly, Urbán Szabó Fanni, Gulyás Attila, Horváth Réka és Tari Patrícia alakítják.